Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Panzerkorps második részének folytatása. A Grand kampányunkkal. Lássuk, mire megyünk. Ezek szerint volt még egy ilyen nagy ágyunk. Hát annyit tudtak, hogy egy kicsit megtergették. Ami azért annyira nem jó hír. De darabnak jó. Az egy kicsit fájdalmasan sok lenne. Meg látjuk, hogy itt hogy alakul. Ez szépen elfogyott. Hát igazán kilőhették volna. De minden nem lehet meg. Remek! És utána már akkor csak a traktorgyárra kell küzdenünk. Ha nem kényszeríti meg hátrálásra, hogy picit előrébb vagyunk. De csak egy picit. Az a 2-7 az egy vállalható csere. A 0-7 meg kimondottan jó. Sajnos van még hova visszavonulniuk. Még nem vesznek el. Ez egy jó kérdés. De akkor így tudunk talán elfogadható helyre menni. Azt az ágyút ki kell szedni valakinek. Még nem tudom kinek és hogyan. De mondjuk nem neki kellett volna először mennie. Reméljük ez eléri a másikat. Nyomokban eléri. Az úgy teljesen oké. Hadd lőjön egy semmit, és utána meg semmisül. Nem ez volt a terv, de belefér. Azt hiszem átjövünk. Hozunk egy vadászt. És akkor a másik repülő tud majd odaszállni. Egyből bombázni. De lehet, hogy talán ez lett volna a hasznosabb. Ki tudja. Van-e itt repülő, amit nekünk meg kell lenni? Egyelőre nem látok. Egyelőre nem látok. Próbáljuk meg hátha. Nem. Nem lett meg az elég. Hogy úgy mondjam. Hát ott ígérsz nekem 3-at, az majdnem valami. Ezzel szivárogj előre.
És akkor a légvédelem az alapvetően jó helyen áll. Előre mehet, de nem örülök. 100%-ban. Ezt a 2-5-öt azért nem akarom meglőni, annyira nem lelkesítő a sérülés. Kicsit most elakadtunk a tempóra. Mert még van 12 körünk, úgyhogy nem olyan vészes. Bár részben attól függ, hogy mekkora csapatok lesznek majd ott a másik gyárnál. Ugye a vörös október az szinte biztosan megvan. Az egy jó kis öngyilkosság volt, gratulálok! Hát a 6-2 az már, a 7-2 vagy mennyi, az már nem annyira volt szimpi. Az ígért értékhez képest. Amikor el kell kezdeni a kibontásukat. Vörös október gyár megvan. Egy jó gyúj. De megkezdel ezeknek a kibontását. Akár egy duplázással. Jó. Az egész baráti eredmény lett. Valaki semmisítse meg, mielőtt föltölti magát. Annyira nem egy nagy ötlet lenne. Ezt 2x6-tal elkezdjük kibontani. És akkor azt hiszem kezdünk nagyon-nagyon jól állni. Egy kis bontás. Jó, te megkapod végre a töltést. Egyszer föl kell gyógyítani. És akkor lássuk itt, mit tudunk még garázdálkodni. Te is gyógyulj! És ez is megvan. Hát inkább gyere vissza, azzal járok jobban. Itt az elfogó van úgy is. Úgyhogy ilyen értelemben nem kellett volna cifrázni. Ez pedig egyenlőre haladjon előre.
alakulnak a dolgok. Úgy van még itt egy bombázó. Hát azt hozzuk föl. Jobb híján. Na, az egyik megvan, a másikra kezdünk közeledni. Traktorgyárra. Meg itt lassan akkor majd meg lehet nézni, hogy erre felé mi a helyzet. És ugye utána ki lehet menni itt a körüllakó zónákra. Hogy ott mit találunk. Lelkesen gyógyul mindenki. De igazából amíg ezeket akciózzák, addig nincs gubanc. Hát ez van, 2-1, így jártunk. Neked muszáj gyógyulni. Hát akkor szedd ki. Abból most nincs kérdés, nincs kérés. Hát a 6-os az kiszedi nekem, és akkor nem kell problémázni. Elsősorban előkészítő akció. Van-e valami, amivel oda tudok segítkezni? Nem különösebben. De azért haladunk. Ha más nem, akkor a 3 az megoldja majd. És akkor ott gyógyulj egyet. Hát az 5 az nem jött be, mit ígértél. Az kimondottan nem egy előnyös opció lenne. Na, ez van mindjárt más. És hát ahogy várható volt. Mindenféle probléma. Meg ki is tud jönni. Jó. És akkor azokat a átszálló eszközöket ki kéne szedni valahogy. Van ez a másik bombázónk. Hát vagy nem ennyire van. Ez nincs, ezt hagyjuk. Ez nem előnyös. A jó bombázót meg elhasználtuk, így jártam. Az viszont ott egy jó bombázás lesz. Egység mínusz. Körbevétel. Vagy ha nem is körbevétel, de haladunk. Meg egy kicsit piszkáljuk a gyalogságot. Készülj fel! Ez előrébb sompolyoghat, te meg menj át a másik helyre, mert igazából majd ott lesz szükség rád.
hanem egy nagy eredmény, amit tud elérni, de... De van. Igazából ebbe gyógyítunk akkor egy teljes töltést. És van még egy gyalogunk. Van még egy teljes pionér. Ami azért nem fog ártani senkinek. Akarok egy négyet erre elpazarolni. Igazából nem. Annyit tudunk tenni, hogy egy kicsit előre csörtetünk vele. Hogy lássuk, hogy itt mi van a másik traktorgyárnál. Oké. Ez kijött. Annyira nem biztos, hogy jó ötlet, hogy kijött. A többi tüzérség valahogy már nem akart lőni. Úgy döntött, hogy nekik annyira nem fontos. Immár akcióba lendülni. Na jó, ezt valakinek ki kell szedni. Akkor meg akár lehetek azullal ez a valaki. Ha egyszer valakinek kell lennie. Ez kap egy kört, hogy gyógyuljon. Annyival megtehettük volna, hogy följebb mászunk. De hát mindegy. Mindent nem kell itt cifrázni. És vissza a pálya mögé. Kell nekem ide? Jobb bombázó. Gyakorlatilag megsemmisíti ezt. És ez az egyszerűbb eset. Ha egy az egybe megette. Másik jobb bombázó. Tudom, hogy fog kapni egy kis ívet, de hát minden nem lehet magában. Igazából ezt megkockáztatom akkor. És bejött. Van még egy nyilvánvalóan. De... Lassan elfogy. Igazából, ha ezt is leszedjük, akkor ami itt van a cuccok közt, az nem érdekes. Az nem számít, az mintha nem lenne. Ki tudod szedni? Nem. Hát akkor majd egyszer. Sőt, igazából töltsél. Azt hiszem, eljött az a pillanat. Hogy neked ez a feladat.
Hát ha meg tudod enni, akkor azért tedd meg. Annyira azért van útba. Az az egység. És akkor már tényleg csak az utolsó traktorgyár marad. Aminek érdekében föl is vonul a nagy ágyú. Elteszem, ott valahol sompolyog egy tüzérség. Megtaláltuk a sompolygó légvédelmit. Tud valamit ezzel érni? Nem. Akkor az a baj, hogy azt kiküldtük oda, és nem csinál semmit majd. Mert nincs mire. Jó. Természetesen van valami. Nem úsztuk meg. Kérdés, hogy van-e még? Te már nem tudsz jönni. Bár úgy csinálsz, mint akinek van mindenféle akciója. Ó, hello repülő. Ami a semmiből visszamászott. Hát, azok már ott maradtak. Ó, megtette a szívességet, hogy támad. Akkor könnyen meg lehet, hogy ebbe bele fog halni. Abba könnyen belehalhat. Hogy itt most támadott. Mert ott simán ütünk egy négyet. És akkor elfogytatok, gyerekek. Remek hír. Mondd, hogy elérsz oda. Nem biztos, hogy kell lesz te, a másik. Másik is megoldja. Legalábbis ezt ígéri. És ezúttal be is tartotta. Gyógyulj jobb híján. Itt húzott egy overrun-t. Az azért jó hír. Hát itt még egyet fog akkor. Igazából. És ezt is hát nem overrun, de bezártuk. Hát akkor egyenlőre ezt elpazaroljuk ide. Csak hogy teljesen elvágjuk. Ez itt segít egy kicsit. Nagy bombázónk. Az ott lát egy nagyobb tüzérséget. Akár készíthetjük a légvédelmet, valóban. De inkább egy tüzérséget megeszünk egy-egybe. Annak több hasznát látom. Így elsőre.
2-8. Az ma mindjárt másabb. Meg tudjuk segíteni? Valamennyire meg tudjuk segíteni. Kettő kilenc. Az olyan vállalható eredmény. Jóval több lett. A bünti. Mindkettő. Na hát e van. No, azt hiszem mindenki oké. Hát ezt lenyestük, azt a zónát. Külterületeket körbenézzük. Mint a nagyon fontos lenne. És azt hiszem akkor innen fogjuk folytatni legközelebb. Az már jó eséllyel egy befejezésig fog tartani. Már ennyi.